napot kigyelmeteknek! Közhírré tétetik a következő. Adatik tudtára országnak, világnak, hogy Martoson immár megkezdődött a Martosi Szabad Egyetem. Javában folyik a nóta, a mulatság, a tánc és a dínomdánom. Ide várjuk kigyelmeteket tanulságra és mulatságra. Szeretettel! Jó napot kívánok, kedves csapam! Gyere! Ezt megkérdezik? Hogy, de természetesen! Sok szeretet köszöntök mindenkit! Immár hagyományosnak mondható előadásunk, amit csütörtök délben. Nagy szeretettel köszöntöm Németh Szilárd honvédelmi államtitkárt. Jó napot kívánok! Valamint Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt. A szervezők elég meredek címet adtak a mai beszélgetésünknek. Irány a sereg, honvédelemről és nemzetbiztonságról. Az első kérdésem államtitkárhoz szegezném. Hogyan látja a honvédelem társadalmi kapcsolatait? Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást. Elég jól befűtöttek erre a kis beszélgetésre, de remélem, hogy ezt az egy órát tudjuk értelmesen és kellemesen együtt eltölteni. Nos, hát ez egy elég komplex kérdés, milyen a társadalmi kapcsolata a honvédségnek. Ugye itt gyakorlatilag engem arra kértek föl eredetileg, hogy az ifjúság és a honvédség kapcsolatáról tartsak egy előadást, és akkor utána megtudtam, hogy nem egyedül leszek, tehát itt előadást nagyon nem lehet tartani, főleg egy ilyen kiváló előadó mellett, mint Gyuri barátom. Úgyhogy erre a kérdésre talán annyit mondanék, hogy ez egy nagyon fontos és véleményem szerint megkerülhetetlen az ország, Magyarország, a magyar emberek biztonsága szempontjából az a kérdés, hogy a magyar honvédség hogyan tud tagozódni egyáltalán Magyarország életében, gazdaságilag, politikailag, hogyha visszagondolunk a kultúránkra, a katonakultúránkra, ne csak Balassi Bálintot mondjuk, de egész egyszerűen a művészetben, a kulturális életben való részvétellel, az oktatásban való részvétellel, akkor ennek rengeteg szegmensét látjuk. Tegnap épp egy szakközépiskolában voltam, ma már ezeket úgy hívják, hogy szakgimnázium, ráadásul egy ilyen nagyon neves iparmágnásról, Weissmann Frédről elnevezett iskolában, ahol úgy döntöttek a tanárok és a diákok közösen, hogy együttműködnének a magyar honvédséggel, a magyar katonasággal egy honvédelmi képzés keretében. Na most csak akkor lehet együttműködni, ha van ilyen képzés. Hát éppen van. Tehát ugye elindítottuk a honvéd kadét képzést néhány évvel ezelőtt, és ez nem csak egy ilyen lárpúrlár, honvédelmi oktatás vagy honvédelmi alapismeretek, az is nagyon fontos, hogy megtörténjen, hanem végzettséget biztosít, mégpedig az állam által elismert végzettséget, honvéd kadét, egy ilyen igazgatásügyi végzettség, és ezzel már álláshoz is lehet hozzájutni. Na most én azért mondom ezt példának, mert próbálom kapizsgálni, hogy hányféle képpen kapcsolódik a társadalom és a honvédség össze. Egyrészt ugye azt mondjuk, hogy fölkínáljuk az embereknek, hogyha akarnak, akkor a munkaerejük által vegyenek részt a honvédség életében. Legyenek katonák, ez a legfontosabb. De a honvédség életében is ez egy fontos kérdés, mert ha nincsenek katonák, akkor hiába vannak kiváló eszközök, hiába van kiváló költségvetés, hiába van kiváló tábornok, hogyha nincs bent katona, aki részt vegyen egyáltalán abban, amiben a katonának részt kell venni, és merjen is részt venni, hazáját szerető ember legyen, olyan ember, aki az életét is felajánlja a hazájáért, annyira szereti a hazáját, akkor nagy baj van. Most ezek a találkozási pontok itt leképezhetők. Tehát mindenféleképpen szerintem az oktatás és az ifjúsággal való kapcsolat ebben a kérdésben kiemelkedő. De ez csak egy szegmens ennek,
Hoztam én két könyvet, mert ilyenkor szokták nekem rögtön nekem szegezni, na jó, jó, de hát akkor mi van az általános hadkötelezettséggel, mi van a sorkatonasággal, komám, amit 10 évvel ezelőtt megszüntettetek. És hogy mennyire nem egyszerű ez még mindig a rendszerváltás után 3 évtizeddel ebben a kérdésben döntéseket hozni, ebben a két könyvben benne van. Ezt 89-ben adták ki, talán többen a velem egykorúak mindenféleképpen ismerik, Bokor ezredesnek a könyvét, amely az akkori kádári néphadseregről, hogy mondjam, tehát alapvetően lerántott mindent. Tehát a gatyát letolta róluk, és elmagyarázta, hogy miről szólt az egész. Ebben a könyvben benne van az összes gazemberség, amit ezek a komcsik műveltek. És ahogy tönkretették a saját nemzeti hadseregünket. Ez innen kellett indulni. Ez egy, tehát ebben benne van, hogy mit tudom én. Tehát olyan sztorik vannak benne, hogy a tábornok elvtárs megéhezett fánkra, és ezért helikoptert küldetett a szomszéd településre, hogy ott fánkot süssenek neki. Hogy itták agyon magukat ezek a Varsói szerződés keretében egy-egy gyakorlaton, hogy alázták meg a kiskatonákat, és így tovább. És nemrég megjelent Ocsenás Péternek, ez egy velem egykorú fiatalember, a könyve tavaly jelent meg a Kerekerdő közepében, ez a Lentiben működő ezredről szólt. Ugye ide vitték a bölcsészkarosokat, ide vittek kispapokat, gyakorlatilag bevonultatni, 11 hónapra úgy hívták őket, hogy táposok. Ezek voltak ugye az egyetemi főiskolás előfelvettek, és ez a 11 hónap nem szólt másról, úgy fogalmazza meg Péter barátom, hogy az ő megalázásokról és a teljes megfélemlítésükről. Most ilyenkor mondom azt, hogy innen kellett indulni ebből a történetből. Ő is 84-től 86-ig volt katona, mint én, ilyen sorkatonai szolgálatot, csak én 18 hónapot nyomtam le, ők 11 hónapot, és én szabadszálláson. És akkor még nem érkeztünk a legaljára a magyar honvédség, a magyar katona, a magyar hazaszeretet megaláztatásának, hanem ez ment még lejjebb. És elsősorban a szocialista kormányok alatt, tehát 94 és 98, illetve 2002 és 2010 között. Tehát borzasztóan, és szerintem tudatosan, tehát ezt véletlenül nem lehet megcsinálni, tudatosan tették tönkre a magyar honvédséget, a magyar katonát, mind erkölcsi, mind fizikai szempontból. Tehát eladtak mindent. A magyar honvédség hadműveleti, harcászati képessége, haderő képessége, az gyakorlatilag az Érus felé konvergált. Tehát mindent kinyírtak, amit csak lehetett, és ráadásul olyan helyzetet teremtettek, és ebben tagozódik bele, bár az ember nem nagyon gondolná, de például a hadkötelezettség megszüntetése is, hogy minél mélyebb, alacsonyabb társadalmi rangú legyen a katona. Tehát nem kell, nincs rá szükség. És ezen kell változtatni, és a kérdés ebből a szempontból nagyon fontos, amit föltettél. Ha nem sikerül visszaszerezni a nimbuszt, ha nem sikerül visszaszerezni, hogy legyen divat katonának lenni, a szó jó értelmében mondom a divatot, tehát nem egy ilyen lárpurlán látványkonyváról beszélek, hanem hogy igen, aki katona, az egy, ott rendben van a lelke, rendben van az esze, tisztességes, hazáját szerető ember, és a hazájáért halni kész ember. Ezt kell valahogy visszaépíteni, és ez csak úgy megy, hogyha a magyar honvéd, a magyar honvédség, a magyar honvédelem, az egész magyar kormány és a magyar politikum ezt szeretné, az emberekkel együtt közösen. Most erre van lehetőség, több szempontból is van lehetőség. Egyrészt mert a szakma, hát nem tudom, tehát a katonák ezt kívánják. Tehát van e felé nekik affinitásuk, szeretnék ezt megtenni. Aztán egy olyan világot élünk, hogy megváltozott körülöttünk a biztonság, a biztonságérzet, és mindenki érzi, tudja, látja, hogy szükség van a magyar honvédre. Ugyanúgy, mint 48-ban. És akkor ennek a része az oktatás, ennek a része, hogy a fiatalok felé akarunk fordulni, ugyanúgy, mint 48-ban, és ennek a része az önkéntesség is. Mert 48-ban is, de 1848-ról beszélek, ugye, miért beszélek arról? Hát 170 éves a magyar honvédség. Ugye 48-ban is az önkéntesség, a fiatalság nagyon fontos szerepet játszott. Hogy csak egyet mondjak, hogy itt a felvidékre is eltévedjünk, ugye Toporcig, Görgeiről beszélünk, a fővezérről, a hadügyminiszterről, aki 31 évesen, tudós emberként,
mégpedig nem akármilyen tudós emberként, világhírű tudós emberként, Európa hírű tudós emberként bevonult a hadseregbe, és 31 évesen már tábornoka volt a Magyar Honvédségnek. Na ezt az utat szeretnénk bejárni, ez a minta előttünk. És így kapcsolódunk a társadalomhoz, a társadalmi kérdésekhez. Persze ennek nagyon, még egyszer mondom, nagyon sok szegmense van, nem csak az oktatás, hanem minden egyéb területen. Például, hadd mondjak egy nagyon fontos területet, most 11:30-kor, biztos hallották, kivették a honvédeink a Dunából, az Erzsébet híd budai hídfőjének, kivették azt a 100 kg-os, 105 kg-os szovjet bombát, amit egyébként meg is fognak semmisíteni, de hatástalanították, úgyhogy itt is köszönetet szeretnék mondani a magyar tűzszerészeknek, mert ezen a héten már ráadásul a második budapesti bomba volt, mert már egy betontörő bombát a belvárosból eltávolítottak, tehát végzik azt a munkát, amivel az életük árán is megvédik a budapestieknek a testi épségét, megvédik a vagyont, megvédik egyáltalán a városképet. Én még egyszer szeretném nekik megköszönni, és természetesen a rendőreinek is, akik megbiztosították ezeket a körülményeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Antitkár úrnak, és mielőtt Tóla egy biztos, akkor egy szakértően tenném az első kérdésére ezen a közönségnek, hogy lesz egy két rövid kérdés a lehetőség a beszélgetésünk végén, csak sajnos az idő fog minket korlátozni, ugyanis a program szerint egy órakor kezdődik a barátok közt közönség találkozó, a szervezőtő 15 perc szúszást engedtek meg, de esetleg ha túlfolynánk, akkor majd mellénk külön két barátok közt veszünk. Állj, itt a Birkózó Szövetség vezetője, tehát aki mást mond, demokratikus módon fölépünk velük szembe, pont. Az első kérdésem az lenne, mit már a legjobban leterhelt migráns útvonalak Európában? Ezt kinek teszed föl? Tanárulnak. Nekem, jó. Valamint az európai biztonság tekintetében Közép-Európa hol van, hol tart, összevetve mondjuk a nyugati államokkal. Oké, én nagyon szépen köszönöm a meghívást, én nagyon örülök, hogy államtitkárról szerepelek újra. Évek óta te vezetted a vitánkat. Én néhány megjegyzést hagytélek, aztán válaszolok. Egy, reklám. Rólam megírták, hogy hülye vagyok, rendkívül egyszerű. 9 nappal előbb mondtam, hogy kerítést kell építeni, mint a magyar kormány. Másnap néhány baloldali liberális nap nekem jött. Én minden évben írok egy könyvet, és van olyan 100-200 publikációm. Leírták, hogy még soha egy publikációm nem volt, tényleg igaz. 2 évvel ezelőtt kiadtam ezt a könyvet, hogy 40 év alatt a föld körül. Ez 30-valahány ezer példányon az 5. legsikeresebb könyv, ha bárki kéri, a végén dedikálom. Selfit boldogan lányjal, fiúval nem szeretnék. 1 évvel ezelőtt írtam egy félig elméleti könyvet, hogy szerencsék volt, túléltük, ahogy én látom a biztonságpolitikát 45-től máig. És a 3. könyvem most jött ki márciusban, a Városligettől Zanzibárig. Decemberben adtam le, akkor jöttem haza Zanzibártól, tehát ha bárkit érdekel, nagyon szívesen adom, dedikálok, stb. A államtitkár úr előadásánál fölírtam 3 szót, és én ezt a 3 szót elmondanám, és utána válaszolok. Egy. Én Német Vezérkari Akadémiát végeztem, egy kurzust, és rendkívül érdekes volt. Egyetlen megjegyzésem, hogy nem. Kiközvetítettek minket, és én előadást tartottam Passauba az egyetemen. A Passaui Egyetem akkor jött létre, óriási tömeg volt, hát rendszerváltás után vagyunk. Én jöttem Kelet-Európából, zárója Közép-Kelet, Kelet-Közép, ez egy óriási vita a németeknél, és megkaptam a kérdést, hogy tessék mondani, mi lesz ezzel a magyar tisztikarral, hiszen ez mind kommunista. És én mondtam, kb. 5-600 értelmiség volt Passauból, tessék mondani, ki volt az első 2 Bundeswehr tábornok. Senki nem tudta, mondom, segítek, Heusinger és Fejből. Honnan jöttek? Senki nem tudta, mondom, börtönből. Honnan jöttek volna? 55-ben. Mondom, ezt a tisztikart, aki alkalmas rá, át kell képezni, és ki kell képezni egy új rendszerhez hű, tényleg demokratikus tisztikart. A második megjegyzésem, hogy én voltam az első, aki előadást tartottam Hamburgba az ottani dandárnál, egy Hocken nevű ezredesnél. Később tábornok lett, és egy hétig ott tartottak, baromi jó sikerült, és valamelyik este együtt vacsoráztam, és mondtam Hockennek, hány harckocsia van. Megmondta, ezek nyílt adatok, mennyit tud egy harckocsi egy feltöltéssel menni, megmondta, és mondom, ha úgy alakul, kölcsönadnája harckocsiait Magyarországnak. És a Pali rám nézett, és adott egy választ, első könyvemben benne van, hogy ő tudja, hogy hülyéskedek. De amíg ő áll egy német magasabb egységérén, ezek a harckocsik nem fogják elvenni Németországot. Én baromira megjegyeztem.
És a harmadik megjegyzésem, hogy nagyon sok előadást tartottam a német Bundeswehr egyetemeken. Kettő van, München és Hamburg, Helmut Schmidt hozta őket létre. És itt kettős képzés folyik. Tehát a katona amellett, hogy tiszt lesz, és trimeszteres képzés van, amellett lesz orvos, tanár, mérnök egyéb, és baromi érdekes, ezen srácokat 12 évig tartják benne, 18-30 éves korukig. A legjobb 10% tovább megy főtisztnek, a többi kimegy a polgári életbe. Tehát nagyon sok példa van előttünk, most válaszolok. Mi az alapvető dilemma, amikor azt mondjuk, hogy biztonsági rizikók? Az alap dilemma az, hogy az Európai Unió Törökország megállapodást Merkel kötötte meg Európa nevében. Ha lesz kérdés, én bármire válaszolok. A törökök rendkívül kemény feltételeket kötöttek ki az Európai Unióval szembe, ezek egy részét teljesítettük, egy részét nem. Aki Törökországból tovább megy, döntően Görögországba megy. Mi a probléma? A görögök nem hajlandók az államhatárok védelmére. Állandóan közlik velünk, hogy 67-től 74-ig katonai munka volt náluk. Ezért a Görögországban demokrácia kell, hogy legyen, övék volt a világ első demokrácia, stb. A valóságban arra játszanak, hogy engedjen le Európa a görög tartozásokat. Zárójel. Aki ezt megteszi, az belebukik. Görög tartozás 40%-a Németország felé van. Most ott tartunk, hogy 2030-ig nem fizetnek, 2030 és 60 közt fognak fizetni. Én most mondom, hogy soha az életben nem fogják visszaadni azt a pénzt, amivel tartoznak, de ez egy más kérdés. A balkáni útvonal hihetetlen érdekes. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy kerítést építünk. Zárójel. Minket hívtak fasisztának. Akkori osztrák vezetés majd megépítette ugyanazt a kerítést, mint mi, csak szárnyas kapunak hívták. Nekem baromira tetszett, nekem van egy német szak végzettségem, németül pont úgy tudok, mint magyarul, soha nem jutott volna eszembe, hogy a kerítés a szárnyas kapu osztrákul. Jelenleg az osztrák kormány ugyanazt az eltrendszert mondja, amit mi, a bajor is, az olasz is és a vénigyek is. A mostani brüsszeli csúcs a magyar politika és a visegrádiak nagy sikere. Bármiről ez kérdés, államtitkárul fogunk rá válaszolni. Itt tartunk. A horvát kormány 2015-ben hivatalos papírokba kiadta, hogy mi vagyunk a fő ellenség, most pedig szövetségesek vagyunk, és rendkívül sokat topult a 3 évvel ezelőtti negatív viszony. Jelenleg ott tartunk, hogy Németországban bent van X migráns, nem tudjuk mennyi, 2015-ben bejött 1,1 millió, senki nem tudja mennyi, mert 300 ezer ember másnapra eltűnt. Nem tudjuk a nevüket, nem tudunk semmit. Most kötöttek megállapodást, jelezni szeretném, hogy 3 országgal akar Merkel megállapodni, a görögökkel, megtette, Felemás, az osztrákokkal, Magan Seehofer belügyminiszter, CSU elnök Bécsbe, és az olaszok nem hajlandók, viszont bejelentették, hogy náluk 500 ezer migráns van, ennek 7%-a a politikai menekül, 93%-a a gazdasági, és ezt visszatoloncolják. Én remélem, hogy legalább nagy részben sikerülni fog. Már átadtak hajókat a libiai parti őrségnek, hogy védjék a földközi tengert. Teljesen új helyzet van. Európa végre elég, megkésve, jövőre választások lesznek. Én minden évben körbejárom Svédországot, tartok előadást, 10 nap, 10 város, és megtöbbenve tapasztaltam, idén márciusban voltam, hogy mit változott a svéd közhangulat tavalyhoz képest. A szakszervezeti kormány ma már őrzi a határokat, ma már nem akar migránsokat. Egy évvel ezelőtt, aki ezt mondta, azt pellengére állították. A dánok bejelentették, hogy 2020-ig felszámolják a no-go-zónákat. Tehát új Európával állok szembe, csak Európa megkésett, és ennek óriási ára van. Köszönöm szépen! Következő kérdés már államtitkárhoz szegezném. Milyen okok miatt volt törvényszerű a helikopter beruházás, vagy mit vár el az ország biztonsági szempontjából? Hát a tanár úr elmondta, hogy milyen okok miatt volt szükség erre. És én is elmondtam, hogy ez a kettő ok ez egymást feszítette egyik oldalról, másik a másik oldalról. Gyakorlatilag 2010-re Magyarország helikopter, a Magyar Honvédség helikopter képessége megszűnt, mind a szállítás, mind pedig a harcászat tekintetében. Tehát a harci helikoptereink alkalmatlanok voltak, szállító helikoptereink elavultak voltak, alkalmatlanok voltak arra a feladatra, amire kellett volna használni. Amelyik alkalmas volt, azt meg elpasszolták. Tehát itt az elvtársak, amihez hozzányúltak, az vagy elromlott, vagy eltűnt. Tehát ez a helyzet. Ebben látunk szembe 2010-ben. És 2010-ben ugye az ország teljesen pannon volt. Ahhoz rendbe kellett hozni az ország gazdaságát, az ország életét, az embereknek a helyzetét, meg kellett szabadulni az adósságtól, meg kellett szabadítani az embereket attól a iszonyatos tehertől, amit a
devizahitelek jelentettek, meg hát a devizahiteleken arról kevesebbet beszélünk, de a forinthitelek is jelentősek voltak az országban, az önkormányzatok le voltak gatyásodva, a vállalkozások nem jutottak hitelhez, az állam le volt gatyásodva teljes egészében, ugye a 86%-a, a GDP 86%-ára rúgott az államadóság, a 3%-os hiánycélt, amit az Európai Unió az éves költségvetésnél előír, azt messze nem tudta teljesíteni az ország, nem teljesítette, és még sorolhatnám, munkanélküliség 13%-os volt, volt olyan hely Magyarországon, ahol 28% volt a munkanélküliség, az ország keleti felében, illetve Baranyában délen, tehát elképesztő mutatóink volt, és ebből sikerült valamilyen formában kimászni. És akkor lehetett dönteni arról, hogy azok az ágazatok, amelyek egyébként nagyon fontosak, és ráadásul 2015-ben ezt megtapasztalhattuk, hogy a biztonság lesz a legfontosabb kérdés. 2015-ben azért emlékezzünk arra, hogy 400 ezer bevándorló gyalog volt át rajtunk. Illegális bevándorlókról beszélünk, tehát nem menekültekről. Ugye tanár úr itt mondott egy számot, hogy Olaszországban, nem tudom pontosan honnan veszik ezt a számot, hogy 7% menekült van, nem tudom, hogy van-e annyi, de Magyarországon ez nem ért el a 1,5%-ot se, az alapján, akiket regisztrálni tudtunk, mert 170 ezeret regisztrálni tudtunk, és annak körülbelül az 1,3-1,4%-a volt az, ahol kiderült, hogy valójában menekültek. Ők egyébként megvárták az eljárás végét. A 98%, aki pedig ezen kívül volt, vagy a majdnem 99%, az pedig szerencsére elhúzott az ország nyugati felén, de azért végig szántotta az országot, mint ahogy a tatárjárás volt. Nem tudom, volt-e valaki annak idején a keleti pályaudvaron, vagy a győri pályaudvaron, vagy ne agyisten a II. Szent János pápa téren, vagy Csepelen, mert Csepelen is megjelentek például az én közvetlen környezetemben, pedig az az útvonal aztán nem is nagyon játszik ugye a Nyugat-Balkán és Nyugat között, Ausztria között, de mégis kóboroltak arra. Szóval valami borzasztó volt, és akkor ez jól látható volt. És ezt mindenki látta. Most azt szoktuk mondani, hogy Orbán Viktor rendkívül éles szemmel vette észre, hogy milyen helyzet vár ránk. Nem. Orbán Viktor rendkívül módon tudta, hogy erre a helyzetre hogy kell válaszolni. Pontosan tudta. És pontosan tudta, hogy egyébként azok a gazemberek, akik ebben a helyzetben akár az országot elárulva, akár Európát elárulva még mindig máshol hadováltak, most látszik a színeváltozásuk, azok meg mit fognak mondani? Ezek az emberek egyébként 2015-ben is pontosan tudták, hogy mi zajlik. Hát mondjuk azt, hogy ők szervezték. Tehát pontosan tudták, hogy mi zajlik. Tehát a mi előnyünk az, hogy nekünk egy tisztességes, erkölcsös politikai vezetőnk volt. És ráadásul nem maga hozta meg a döntését erre a biztonsági kihívásra, hanem a néphez fordult. Hát az első nemzeti konzultációt 2015-ben folytattuk le. Aztán lefolytattunk egy népszavazást, ahol szintén döntöttek a magyar emberek, aztán még egy konzultáció, aztán jött a választás. Tehát azért azt gondolom, hogy ilyen támogatottsággal, mint a magyar kormány, a magyar Fidesz-KDNP parlamenti többség, ilyen egyértelmű támogatottsággal senki nem bír. És mindenütt ez a biztonsági kérdés, mindenütt a bevándorlás, mindenütt ez a fő politikai szintér már. Ez feszít. Ha beengedték, ha nem. Ha szétosztani akarnak, ha nem. Ez feszít mindenütt. És ezért történik meg a változás. De én nem hiszek nekik. Mert csak szeretném mondani, hogy egyáltalán nem tartom őszintének azokat, akik hétfő estéről kedreggelre megváltoznak. Ilyen szempontból. Mert pontosan ugyanezt látták. De viszont azt látják, hogy a saját maguk közösségében, a saját maguk hazájában el fogják veszíteni a választást. És erről is szólt egyébként ez az egész történet. Mindenki hazafelé üzenget. Mindenki hazafelé üzen. Senki nem kérdezte meg a saját lakosait. És ezért, hogyha szétnézünk a Európában, akkor nem csak az a biztonsági kihívás, hogy jönnek, szervezik, Soros pénzeli az NGO-k, akiket ő fenntart és civileknek nevez, azok itt bábáskodnak, hozzák a hajón. Nem csak ez a kihívás, hanem egyáltalán az is kihívás, akik már benn vannak, azokkal mit fogunk csinálni. Aztán az is kihívás, hogy van-e még olyan kormány, amelyik ilyen egyértelmű felhatalmazással bír, mint a magyar kormány. Én ilyenről nem tudok. Hát mindenütt, hát németeknél mi a legnagyobb probléma?
A németeknél a két dolog a legnagyobb probléma véleményem szerint, tanár úr már erre tett utalást, hát hogy egyáltalán megmarad-e a koalíció. Tehát maga a koalíció a probléma. Ugye megegyeztek, úgy néz ki, mintha megegyeztek volna a CSU meg a CDU, én az úgy néz ki szót használom, és kívánom is azt, hogy egyezzenek meg, mert ez nekünk is jót tenne. Na de hát még ott az SPD-vel is meg kéne egyezni. Az hogy lesz? Tehát van egy olyan koalíciós kényszer, amit úgy hívnak, hogy kompromisszum. Na de ebben a kérdésben van-e kompromisszum? Tehát kicsit beengedem őket? Nem nagyon. Minden második hajót? Vagy csak minden harmadikat? Agyrém. Tehát nincsenek eldöntve a fő kérdések. Azért nincsenek, mert még politikailag belül nem tudják eldönteni. Ott a népek nem adtak egyértelmű felhatalmazást. Itt egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar miniszterelnök és a magyar kormány. Többször egyértelmű felhatalmazást kapott. És ennek neki lehet veselkedni. És szerintem ez a legfontosabb biztonságpolitikai kihívás. És a helikopterbeszerzés meg úgy kerül az asztalra, hát nem csak katonára van szükség, nem csak hazáját szerető ifjú tisztekre, tábornokokra, nem csak harcoló katonákra, akik az életüket tudják és merik kockáztatni, és esküvőben ezt megfogadják, hanem eszközökre is szükség van. Ezért van az Rinyi 2026, tehát van egy honvédelmi, ha úgy tetszik, egy humán politikai része, gyere a seregbe, kiképezünk, úgy, ahogy te mondtad, és kapsz polgári képzést is ebben a tekintetben, tehát van egy végzettséged, van egy életpályád, amit bejárhatsz, ezt kínáljuk neked. Olyanná tesszük a hadsereget, hogyha valaki elmegy mellettem egy magyar honvéd tiszti ruhában, akkor nem csóválom a fejem, hogy küldték ezt ide, hanem azt mondom, na igen, így kell kinézni valahogy a magyar embernek. Fölnézek rá, tisztelem, szeretem, becsülöm, mert megvéd engem. Van egy ilyen része, ez a másik része, meg hát azért nyilván nem a várnak a kövében van az erő, ahogy Gárdonyi fogalmazott, hanem a várvédőknek a lelkében, de hát azért mégiscsak kell várat is építeni, tehát kell fegyver. Szükség van fegyverre. És épp az előbb ugye beszéltünk arról, hogy tönkre vágtak mindent. Leginkább a légierőt nyírták ki. Hát Magyarországon az elmúlt 30 évben egyetlen egy komoly fejlesztés történt. Azt is az első Orbán kormány hajtotta végre. A Gripen beszerzés. Azok ma ugye negyedik generációs gépek, negyedik generációs harci gépek, de ötödik generációs se fejleszthetők. Tehát anélkül, hogy új beszerzésünk lenne, mindenben a sebesség, tehát minden harci képességben fogalmazzunk így, ötödik generációs se fejleszthető gépekről van szó. És nagyon komoly kötelékét képezik egyébként a NATO-nak, hát Szlovéniát és adott esetben a Baltikumot is mi védjük, tehát ott azért elég komoly harci feladatot hajtottak végre. No szóval a helikopter beszerzés az annak a része, hogy a haderőt hogy tudjuk fejleszteni, nem csak helikoptereket kell beszereznünk, hanem modern helikoptereket. Ami meg megvan, hogyha meg lehet tenni, akkor azt meg modernebbé kell tenni, és még használhatóvá kell tenni. Tehát számunkra egy olyan beszerzést kell, mert értem én, hogy kerülgetjük itt a forrókását, de már azt kellett volna megkérdezni, mint az újságírók is arra kíváncsiak, hogy miért pont azt? Hát azért, mert azt felelt meg legjobban. Tehát ezt szakemberek döntötték el. És egyébként az ország gazdasági ereje is ezt tudta. Tehát mondjuk az Airbus ugye most lett bejelentve, tehát az Airbus-os helikopterek, a német-francia helikopterek, amelyeket beszereztünk, azok ebben az árkategóriában, ennek az ország gazdasága, ehhez a hadsereg fejlesztéshez a legjobbak, a legoptimálisabbak. És ezt a katonák mondják. Tehát nem egy típust választottunk, nem egy céget, nem egy országot választottunk, bár rendkívül büszke vagyok arra, hogy európai, mert azért mi mégiscsak európaiak vagyunk, nem? Hát valljuk már be, hát mit választanánk? Mit kéne választanunk? Hát európaiak vagyunk, tehát itt Európában kell vitézkednünk. Ahhoz meg majd, hogyha európai hadsereget akarunk, véleményem szerint európai fegyvergyártás kell. De nem csak helikopter van, hanem a fegyvergyártást is újraindítottuk. A csehekkel közösen tudtuk újraindítani egy közös kooperációban. Ezt is leamortizálták. Ugye a fég, most a fég helyzetét mondom, hát ez egy kiváló fegyvergyár volt. És nem is egy fiatal fegyvergyár volt. Padlóra vágták rögtön az elvtársak. És szerintem direkt vágták padlóra. Pedig hát a saját fegyvergyár az mit jelent? Az jelent egy függetlenséget, hogy adott esetben azt a típusú fegyvert, azt nem kell beszereznem. Tehát ha konfliktus van, nem kell arra várnom,
hogy a konfliktuson van valakivel, és akkor a másik két ország, ahonnan beszereznék, az avval a valakivel, akivel én harcolok, az hogy egyezik meg, és akkor kapok vagy nem kapok, hanem legyártatom a saját országomban. Magyar emberek Magyarországon magyar fegyvert fognak a magyar honvédek kezébe adni. Tessék? Tankokat, értem én a poénkodást, csak ebben a helyzetben nem jó. Tehát tankot, mondhatunk azt is, hogy csináljunk tankot, de nem tudunk tankot csinálni. Tudom, hogy itt valamelyik újság azt írta, hogy én tankot akarok gyártatni, nem akartam tankot gyártatni, sosem mondtam ilyet. Pontosan azt mondtam a Népszavának, hogy szerintem vannak olyan korszerű harckocsik, amelyeket Magyarország használni tud. Voltak is. Csak azok, akik megkérdezték, illetve mindenféle alkalmatlan embernek lehordtak engem ebben a kijelentésben, azoknak a főnöke valami Gyurcsány Ferenc. Ugye? Tehát azoknak a főnöke, aki lediktálja nekik, hogy mit kell mondani, azoknak a főnöke adta el Magyarország utolsó 77 darab, nem adta el, ajándékozta el T-72-es harckocsiját Iraknak. Az a helyzet. Tehát ők tették tönkre azt, amit most föl kéne újítani, föl kéne állítani megint. Mert az mégiscsak elképesztő, hogy Magyarországnak valójában, ha úgy fogalmazunk, nincs, vagy nagyon gyenge a harckocsi képessége. És ebben a konstellációban kell majd ugyanúgy megvizsgálni egyébként a harckocsi tankoknak a beszerzési lehetőségét, mint ahogy megtettük ezt egyébként a merevszárnyas vagy a forgószárnyas légierőgépekkel, nevezzük őket egyszerűen repülőgépeknek és helikoptereknek, ugyanezt az optimumot kell majd szerintem teljesítenünk. Tehát, hogy a honvédségnek jó legyen, korszerű legyen, megfelelő áron tudjuk, és a magyar ipar is tudjon ebből profitálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkárunk a bő és pertalmas válaszat. Sikerült megválaszolni a következő kérdésemet is, ezért már nem kell fejtetnünk. Az én 20-26-tal kapcsolatban. Viszont a következő kérdés még mielőtt majd cseppet Európán kívülre eleznénk. Most a kérdés mind a két félhez szegezném. Nóra Györgyhöz, mind elemzőhöz, biztonságtalanok ezt a kérdés, valamint mind Németh Szilárdhoz, mind a kormányképviselőjéhez. De 2019 májusában EU-parlamenti választások lesznek, és ezt személyével megfogalmazták a héten, először nem talán arról fog szólni, hogy adott országban aktuál politikai helyzetről adott vélemény, hogy aktuális pártok hogy is állnak, hanem egy konkrét kérdésről, ugye Európa biztonságáról, migráns kérdésről, bevándorlásról is fognak szólni. Várnak-e komolyabb változást, átrendeződés az erőviszonyokban Európában, vagy pedig csak kisebb kozmetikai változások lesznek? Kezdek, hogy kezdjen. Tanár úr, kezdjed, és akkor megpróbálok rácsatlakozni. Jó. Én fölírtam 4 szót arra, amit államtitkárról mondott, és utána válaszolok. 1. Hát 2015-ben engem meghívtak egy fórumra, ahol az ellenfelem egy volt SZDSZ-es országgyűlési képviselő, Iványi volt egy lelkész. Hát én elmondtam, hogy egy lelkész nyilván szebben beszél, mint én, szimpatikusabb, mint én, ez egyébként sem túl nehéz. És a Iványi óriási hallgatóság volt, azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy Magyarországot azért vették fel az ENSZ-be, mert betartottuk a kisebbségekre vonatkozó elírásokat. Na, ne haragudj, mikor vették fel Magyarországot az ENSZ-be? Azt nem tudja. Én azt mondtam, minek beszélsz olyanról, ami ezt nem értesz? Na most ettől kezdve nem lettünk barátok, addig sem voltunk, de ettől kezdve igazán nem lettünk. És mondtam, hogy segítek, Magyarországot 55-ben vették fel az ENSZ-be. Szerinted 55-ben a kisebbségi jogok bárkit érdekeltek? Na, másnap lejött, hogy hülye vagyok. Jött a migráns kérdés. Hát a migránsokat 3 ígérettel hozzák be Európába. Nem akarok részletekbe menni, ha lesz kérdés, és szerintem utána már közönség kérdez. Az egyik az, hogy jöjjenek ide, mert baromi jó állást kapnak. A második, hogy nagyon jó lakást, és a harmadik, hogy bombacsinos feleséget. Oké, mire föl? Többet is. Hát többet is. Hát igen, ezt Európában úgy hívják, hogy barátnő, de ez most egy rosszindulatú megjegyzés volt. Majd ha van itt olyan újságíró, akkor lehozza, hogy én ilyen vagyok. Na, én már megszoktam, nekem mindegy. Ami ennél lényegébb, tessék mondani, mit tud a migráns? Nyelvet beszél? Nem. Szakmája van? Nincs. Diplomája van? Nincs. Jelzem, hogy Merkel azt mondta tegnap, hogy olyan törvényt kéne hozni, hogy be lehessen hozni a harmadik világból a diplomásokat Németországba. Oké. Okay. De ezt az én falomban úgy hívják, hogy agyelszívás. És elhozzák azokat, akik a saját térségüket tudnák fölhozni.
zárójel, ha valaki tud jól németül vagy angolul, a CD alapítványa a Kaskónál Tatanó Estétunk kiadott erre egy 100 oldalas füzetet, ingyen van, ahol leírják azt, hogy Németországban rengeteg harmadik világbeli gyereket képeznek egyetemen, és a Jobbik felét ott tartják. Tehát a közepes és gyenge képességű visszamegy Fekete Afrikába és a világ egyik helyére, aki jó képességű, ott marad. A harmadik megjegyzésem, hogy SPD, amit államtitkár úr mondott. Ma este lesz a találkozó a CDU-CSU-SPD közt. Az SPD baromi nehéz helyzetben van, történelmi mélypontot ért el tavaly 20%-kal, és szeretne úgy valamit elérni, hogy föl tudja mutatni, de nincs mögött erő. Nem akarok részletekbe kitérni. Én ma reggel erről voltam a Kossuth Rádióban, utána az M1-en, és amíg idefelé jöttünk, kiderült a Kossuth Rádió déli hírműsorába ismétlik a mondataimat. Ez így megy tovább, akkor mégül teljesen meg leszek elégedve magammal, ez is fel fog jönni a sajtóba. Az utolsó megjegyzésem az, hogy a helikopterügy, ez nemzeti ügy, és az ellenzék nem így viselkedik, elnézést kérek. Ez egy szörnyű nehéz dolog, az ország biztonságáról van szó, ez nem pártügy, jövőbbi választások. Alapvető fordulatot várok. Meggyőződésem szerint az európai lakosságnak elege van a migráns kérdésből. Sokan normális ember nem mondta, hogy minden migráns terrorista, de azt igen, hogy a migránsokkal bejöttek a terroristák, és azt, hogy a második, harmadik, negyedik generációs migráns, család, utódok sem tudtak a társadalmakba döntően beilleszkedni. Lásd a törököket Németországba, lásd a afrikaiakat Franciaországba. Elnézést kérek, bizalmas adatként kaptuk meg Nyugat-Európától azt, hogy a börtönökben kik vannak. Azt mondták, hogy ez nem piszik. A belga, francia egyéb börtönökben a 80-95% migráns vagy migráns leszármazott a gyilkosságnál, a betöréseknél és nagyon sok egyébnél. Párhuzamos társadalmak alakultak ki, és nem következett be a migránsok integrációja. Pont. Köszönöm szépen. Visszatérve az eredeti kérdéshez, és egyetértve, amit tanár úr mondott, most az az euró, tehát amióta, ugye 2004. május 1-e óta vagyunk az Európai Unió tagjait, mi vélemények, és azóta amennyi választás volt, az tényleg mind ilyen belpolitikai volt, és nagyon alacsony részvétellel, tényleg ilyen gyenge érdeklődés, kisebb-nagyobb pulpálé mellett zajlott. Most viszont van egy európai szinten föltett kérdés, hogy kellenek-e a migránsok, vagy nem. Hogy gondolkodunk Európa jövőjéről? Úgy gondolkodunk-e, hogy megtartjuk a keresztény kultúránkat, megőrizzük Európa biztonságát, vagy az egészet feladjuk? Vagy támogatjuk azt a politikát, hogy mindenki jöjjön be Európában, teljesen mindegy, hogy milyen szándékai vannak, mit akar itt, jöjjenek létre párhuzamos társadalmak, engedjük át nekik a kulturális kezdeményezést, és hát kockáztassuk a mindennapjaink életét. Tehát ez a fő kérdés. Bevándorláspárti vagy nem vagy bevándorláspárti? És ez az európai zónában fog megjelenni. És ez még szerintem a hagyományos pártcsaládok szakadását is el fogja magával hozni, hiszen jól látható például, hogy a Magyarország ellen zajló hercehurca, az összes LIBE jelentés, meg mindenféle dolog mögött, ugye nem csak a liberálisok, nem csak a zöldek, nem csak a kommunisták, nem csak a szocik állnak, hanem a mi pártcsaládunk, ugye, abban is vannak pártok is, de leginkább vannak emberek, akik be vannak téve ide a csíkzsebbe, Soros bácsi fizeti őket, és akkor ugyanazt a vertét nyomják. Ez egy nagyon veszélyes történet egyébként, hogy amikor a hagyományosan jobboldalinak, nemzetinek gondolt pártok, azok elkezdenek egy picit átalakulni, mert abban a mátrixban, abban a keretben kezdenek el politizálni, amit ez a political correct szóval szoktunk, vagy szóösszetétellel szoktunk kifejezni. Mi nem szeretnénk egy ilyen világot. Mi nem akarjuk feladni a keresztény kultúránkat, mi nem akarjuk feláldozni Magyarország biztonságát, mi nem akarjuk a biztonságot minden szempontból, tehát nem csak a terroristákat nem akarjuk beengedni, nem csak a bűnelkövetőket nem akarjuk beengedni, hanem kulturálisan is szeretnénk, hogyha olyan világban élhetnénk, hogy amit a nőkről kialakítottunk képet, meg a hozzájuk való viszonyt, az egész ország, az egész társadalom tekintetében, azt tartsuk be, azt nem adjuk föl.
nem engedünk ebből a szabadságjogunkból nem fogunk egy tapotot sem engedni. Mi nem akarjuk a népesedés problémát megoldani Afrikából, Közel-Keletről beáramló emberekkel. Mi nem azt szeretnénk, hogy náluk szülessen 8-10 gyermek. Mi nem akarjuk utánuk hozni a családtagjaikat. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarországon egy férfi és egy nő kapcsolatából magyar gyerekek szülessenek. Ez a lényeg. Ezzel tudjuk megvédeni saját magunkat. Ez az önazonosságunk. És Európának is ezt kell tudni megfogalmazni. És még azt szeretnénk az európai horizonton elérni, és ez is a választás tétje, hogy Európa az Európai Egyesült Államok lesz-e. Egy brüsszeli vízfej fogja irányítani. Tehát azok, akik most ott vitézkednek az Európai Bizottságban. Tehát azok mondhatják-e meg, hogy mi történjen itt. Kikkel éljünk együtt. Milyen hozzájárulásunk kell a költségvetéshez. Mi jár nekünk, meg mi nem. Milyen érdekes dolog. Mi azt szeretnénk, hogyha Európa az visszatérne ahhoz a gondolathoz, ami eredetileg megfogalmazódott egyébként, és a gyakorlatilag az alap szerződés is erről szól, hogy az erős nemzetek Európája. Európa nem Brüsszelben van, hanem Európa. Budapesten van, Pozsonyban van, Varsóban van. Ugye érthető a különbség mind a kettő között. És ez fogja szerintem meghatározni a jövő évi választást. És nagyon jó, hogy itt ülök, mert az Esterházy kaszinónak a mondata, hogy a hivatásunk magyar, küldetésünk európai, ezt az egészet teljes egészében összefoglalja. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Köszönöm államtitkárunknak a válaszát, és mert már tényleg a közönséghez térnénk a kérdésekhez, viszont nincs Nógrádi György tanárúrral beszélgetés Mártoson egy nagyon gyors világpolitikai kitekintő nélkül. Csak nagyon jelszavakban teszem fel a kérdést, és tanárúr is gyorsan fog válaszolni. Mi a helyzet a Trump politikával? Hogy kezdik ugye Amerikában a bevándorlás és a nagyfal megépítését? Trump és Észak-Korea, valamint milyen helyzet Kínával és Oroszországgal a világban. És mikor lesz az Orbán-Trump találkozó? És mikor lesz az Orbán-Trump találkozó? Kérdészítem arra a közönség kérdésével. Nem elég, hogy kérdez, még lenyűj a mikrofont is, de nem érdekes. Egy megjegyzés megint az előzőhöz, aztán válaszolok. Nekem valami érdekes, hogy 3-4 évvel ezelőtt odajött hozzám az egyik legismertebb biztonságpolitikai ember Magyarországon, és közölte velem, hogy ha még egyszer bemegyek az M1-ben, nem áll velem szóba. Majd közölte velem, ha egyszer is bemegyek az Echo TV-be, a köszönésemet se fogadja. Jelenleg ő az egyik leggyakoribb vendég az M1-be és az Echo-ba. Damaszkuszi út, pont. A kérdésre válaszolok, Trump. Meggyőződésem, hogy Trump megválasztása a mi térségünknek alapvetően előnyös volt, Hillary Clinton olyan követelményeket akart állítani velünk szembe, amitől azt várta, hogy az egyes országok politikája megváltozik. Hillary Clinton végig úgy viselkedett, hogy amerikai elnök lesz, pont, nem megyek részletekbe, Trump. A mexikói határon tűzparancs van. Jelezni szeretném, hogy eddig több mint 10 000 embert lőttek agyon, aki át akart menni törvénytelenül. Jelenleg az USA-ban évi 50 000 ember mehet be, egyesével ellenőrzik őket. Nincs az, ami Európában, hogy mindenki január 1-én született és egy szélvárosból jött, ez a népmese kategória. Csak Európa nem tudja a határait megvédeni, Észak-Korea. Az amerikai külügyminiszter, aki a CIA főigazgatója volt, most ment el tárgyalni Észak-Koreába, atomalkut betartják, igen, nem, mik a következő lépések. Azt mondták, gyorsan válaszolja, Oroszország. Helsinkiben lesz az amerikai-orosz csúcs. Mind a két fél koncepcióval megy oda, és remélem, hogy mind a két fél úgy fog felállni, hogy győztünk. Ez azt jelenti, hogy amerikai-orosz közeledés lesz, ez azt jelenti, hogy végre az Oroszországgal szembeni embargó előbb-utóbb meg fog szűnni, elkezdhetjük a normál történelmi kereskedést. Egy kompromisszum szükséges a ukrán háborúnál, nem akarom elmondani, mi fog történni Helsinkiben, teljesen logikus, Kína. Kína jelenleg a világ második globális hatalma, elképesztő valutatartalékokkal, elképesztő külkereskedelmi többlettel az USA-val szemben. Az USA-nak itt valamilyen kompromisszumot kell találni, jelenleg olyan amerikai fölény van műholdas hírszerzésbe, kutatásfejlesztésbe, hadiparba, hogy ezt a kompromisszumot ma még meg tudja találni, hogy mi lesz 15 év múlva, évente egyszer idejövünk és 15 év múlva erre válaszolunk. Pont. Köszönöm. Köszönjük. A választásokon. Köszönöm szépen találkozunk a tényleg.
kimerítő válaszat, most például a közönséghez fordulnék, vannak kérdések. Te a hölgyes állítókról. A B4-eknél a hadipari beszerzések nem teljesen fedik egymást. Magyarország ugye európai gépeket akar vásárolni, Szlovákia pedig amerikai Black Hawkokat vett, és most úgy tűnik, hogy F-16-osokat fog venni, és nem Gripeneket. Bár még nincs döntés, de hát a sajtó már kihozta, hogy a döntés már megszületett. Itt nem kell egyeztetni, vagy ez így normális? Teljes egészében normális. A V4-es együttműködést mindannyian a saját nemzeti érdekeinknek megfelelően folytatjuk. Tehát akár a hadipari együttműködés tekintetében, akár az egyéb politikai kérdésekben, határvédelemben ez nagyon komolyan és jól működött. Azt gondolom jól látható, hogy az európai horizontú politikai kérdésekben is rendkívül egységesek vagyunk. Természetesen ez minden ország kormányának, parlamentjének és hadseregének a döntése, hogy ő milyen típusú gépeket fog beszerezni. A NATO együttműködés az természetesen egyfajta műszaki, katonai műszaki technológia együttműködést is jelent, de azt ne felejtsük el, hogy a NATO is az erős nemzeti hadseregekre épül. Tehát nincs egy külön erős NATO hadsereg, amelyik majd mindenkit megvéd. Tehát ezt a szöveget nyomja mindenki, aki szeretné szétverni a saját hazájának a véderő képességét. Nálunk az elvtársak ugyanezt nyomták, hogy majd a NATO megvéd minket, és ezért nincs szükségünk erre. Most amelyik ország viszont nem tudja saját magát megvédeni, az nem csak úgy járhat pórul, hogy egyszer csak elveszíti a saját országát, hanem úgy is pórul járhat, hogy azt mondja a NATO neki, hogy nem kell lesz. Hát gondoljanak bele a 2%-ba. Tehát ugye, amikor világossá teszi a NATO vezető hadereje, és maga a NATO is, hogy szükség van a 2%-ra, akkor kinek az álláspontját erősíti? Azokét erősíti, akik azt mondják, hogy ne csináljatok semmit, majd valaki, majd fönt megmondják. Emlékszünk erre a szövegre. Nem, hanem azoknak az álláspontját erősíti, akik azt mondják, hogy csak az erősek tudnak összefogni, és még erősebbek lenni. Annyira erősek, hogy közösen megvédjék, és közös garanciát is vállaljanak egymásért. Köszönöm, megjegyzés. Négy dolgot írtam fel, V4. Jelezni szeretném, hogy 2008-ban a világgazdasági válságkor a három legfontosabb európai ország, francia, brit, német leszerelt. Ennél sokkal drasztikusabban szereltek le a V4-ek. Most próbáljuk egy új gazdasági helyzetbe ezt pótolni. Kettő. Tessék megnézni, milyen kiváló a német-osztrák viszony. De abban, hogy migránsokat visszafogadunk-e, ez osztrák nemzeti döntés lesz. A V4-nél is nemzeti döntés, hogy kitől, mikor, milyen fegyvert veszek. Harmadik megjegyzés. Államtitkár úr mondta a 2%-ot. Igen, mi azzal, hogy a helikopterbeszerzést elkezdjük, gyönyörűen megy föl a magyar katonai költségvetés, és a megadott határidőre 2024-re el fogjuk érni a 2%-ot. Utolsó megjegyzés, jelenleg a NATO katonai kiadás 84%-a amerikai kiadás. Ez a realitás. Kösz. Kérdés. Köszönjük a választ. A következő kérdés közönségtől. Az Úriember X-es fórumban. Köszönöm szépen. Kettő darab kérdésem is lenne. Az első az az, egy héttel, kb. Egy hete volt ez a hír, hogy Peter Peregini bejelentette, hogy 1200 migráns fognak szolidaritás jegyében befogadni Szlovákiába. Az első kérdésem, nem tudom, hogy azt azóta visszavontál-e. Az első kérdés az, hogy hova, és hogy ennek milyen hatásai lennének. A második kérdésem pedig az, ugye ki lett kérve itt az európai parlamenti választásokra, hogy az Európai Néppártnak továbbra is a brüsszeli vízfeje, továbbra is még ezt a migráns, a bevándorlás politikát nyomatja. Milyen hatásai lesznek erre az Európai Néppártra? Bár egy részben meg lehet válaszolva, hogy szakadás, de milyen új politikai vonalatok lehetnek esetleg az Európai Parlamentben ennek hatására, hogyha a brüsszeli vízfeje egyszer nem képes meghalni a nép szavát? Én egyetemi tanár vagyok, nem politikus, így válaszolhatok durván. Nekem baromi fura, ha elmegyek egy országba előadást tartani, és ott tőlem kérdezik meg az ország belső állapotait. Ha önök ezt nem tudják jobban, mint én, akkor gázban. De azért egy megjegyzésem majd lenne. Ha ön végigolvasta a nyilatkozatot, akkor a szlovák nyilatkozatban volt egy szó, hogy ideiglenesen. Ez a lényeg. És benne volt, hogy Szlovákia szolidáris az Európai Unióval,
és ideiglenesen hajlandó migránsokat befogadni. A második megjegyzésem európai néppárt, stb. Én jelezni szeretném, hogy az európai néppártban is van néhány vezető. Ha valaki megfigyelte Orbán Viktor előadását, amit most tartott Kohl halálának első évfordulóján az Andrássy Egyetemen, államtitkár úr ott ült az első sorba, balra, nem mondta, hogy nem emlékszem jól, én kb. Negyedik sorba jobbra, ez persze nem a politikai nézetkülönbséget akarja köszönni. A Orbán Viktor egyértelműen megmondta, hogy nem mi vagyunk Európa vezetői, és nem is törekszünk erre. De az idő a magyar miniszterelnököt igazolta. Az európai néppárton belül meghatározó a német párt. Van még egy-két párt, amelyik meghatározó, de a német párt a szakadás szélén van. Megint egy politikus ezt nem mondhatja ki. Jelenleg a néppárt CDU vezetésének egyharmada nem támogatja Merkel migráns politikáját. Ezek a fiatalok és a volt NDK-ból jöttek, de nagyon Bundesländer mondják ezt kulturáltan németül. Itt tartunk. Jövőre alapvető átrétegződés lesz, mert az európai lakosságnak elege van. Bármerre járok Európába, ezt hallom. És barom érdekes, hogy a PC megszűnt. Én nem tudom, elmondtam egy évvel ezelőtt, voltam előadást tartani Norvégiába, és a reptérről egy afrikai sofőr vitt be a szállodába. Itt egy 700 norvég vagy 800 norvég korona a reptéri díj, számolt 1100-at. Viszem a számlát a kezembe, megyek be a szállóba, azt mondja, a portás, hát magát baromira átverték, nem ennyi a reptéri díj. Na persze, hogy átvertett egy afrikai sofőr. Pali lesápadt, azt mondja, nem lehet mondani, ez nem PC, mondom, figyelj, de egy átvertek, kettő fütyülök rá, hogy mi a PC, három hónap tovább megyek Pestre. Ma már nem mondanám, ma már azt mondaná a Pali, hogy a franc egye meg tényleg egy afrikai jól átverte magát. Tehát nagyon-nagyon érdekesen megváltozott az európai közhangulat. Nem ment végbe az integráció sehol Európában, egy megjegyzés. Nekem azt mondták most márciusban Svédországban, jegyezzem meg, hogy volt három sikeres integráció, 56 magyarok, 68 csehszlovákok, akkor ilyen még csehszlovákia volt, és a Pinochet-féle pucs után a csilejek. Igen, de dolgozni jöttek, integrálódni akartak, a mai helyzet pedig alapvetően más. Ez a jövő évi választásokon egyértelműen tükröződni fog, pont. Csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy ez Magyarországon már fordulhatna elő. Hát a magyar miniszterelnök megkérdezte a magyar embereket. Két hónappal ezelőtt ráadásul a magyar emberek döntöttek is. Tehát felhatalmazást adtak, és világossá tették, hogy milyen irányt akarnak. Tehát hozzánk Magyarországra se ideiglenesen, se állandóra, se a déli határól, se a nyugati határól, se szétosztva, se beengedve, senki nem tud bejönni. Mert egyetlen egy embert sem engedünk be. Egyetlen egyet sem. Világossá tettük, azt gondolom, hogy mi a politikánk. És ez annyira világos, hogy ez annak a tükrében, ahogy az emberek döntöttek, ez bekerült a magyar alaptörvénybe. Magyar alaptörvényben benne van, hogy bevándorlás nincs. Hát nem kívánunk senkit beengedni, nem semmilyen formában. Aztán van még egy kiegészítő, mert a magyar büntetőkönyv, törvénykönyv a stopsoros értelmében úgy módosult, ha valaki ezt mégis kijátszaná, valaki ezt finanszírozná, elősegítené, buzdítaná őket, mindenféle útmutatókat készítene nekik, akkor annak egy zárt intézményben van a helye. Szerintem ez a világos válasz. Ezért nem tud más ország ilyen egyértelműen fogalmazni, mert nem kérdezték meg az embereket. Nálunk viszont egyértelmű felhatalmazás van, sőt, az emberek mondták meg, hogy mit kell tennünk. Nem csak, hogy felhatalmaztak arra, és ennek neki lehet vetni a hátunkat, és ez jól látható, hogy ez sikeres. Mert Magyarországon nincsenek. Magyarországon nem kell átnevezni a tranzitzónát, mint a németeknél most megpróbálják. Ugyanaz a tranzitzónát szeretnék megépíteni, mint mi. Ugyanaz a funkciója, ugyanúgy működne, talán egy kicsit zártabb lenne német módra. De az a helyzet, hogy még az a szó is kiverte a biztosítékot az SPD-nél, hogy tranzitzóna. Tehát ilyeneken vitatkoznak. Ezen mi réges-rég túl vagyunk. Egy megjegyzés, elnézés, Soros. Egyetlen mondatot hagy mondjak. Én hosszú hetek, hónapok óta azt mondom, hogy a Soros jót akar, és szentül viszi, hogy a migránsoknak segíteni kell. Miért nem viszi be őket az USA-ba? Baromi egyszerű, ő ott él, milliárdos, anyagilag megtehetné, de ha ezt megtenné, akkor ő másnap börtönbe kerülne. Zárójel, a migránsokat pedig az életben nem engednék be az USA-ba, mert az USA védi a határait. Pont. Kérdés.
Köszönöm. 11,5 percünk van a hosszabbítást is figyelembe véve, úgyhogy még egy kérdésre van lehetőség. És utána egy támadás. És utána 4 perc hosszabbítás egy a végén. Egy kapura lövés. Utána ezekkel két fontos kérdés. Azt kérdezem, aki még nem kérdezett. Aki még nem kérdezett. Aki még nem kérdezett. Völgy a sajtótól. Reális veszélye van egy valós háborúnak? Reális veszélye van egy háborúnak? Kezdjen nyugodtan, egy mondat. Válaszolok. A kérdés annyiból nem érthető, hogy jelenleg napi 20-22 háború van a világban. 1-2. Hogy a második világháború vége óta még nem volt békés nap. 3. Meghalt egy éve a legismertebb német biztonságpolitikai szakértő Egon Bár, aki azt mondta, a biztonság, én ezt idézem a könyvbe, csak a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben kiszámíthatatlan. Ha úgy tetszik föltenni a kérdést, hogy van esélye egy világháborúra, akkor a válaszom az, hogy hála jó Istennek, minimális. Hogy van esély kis háborúra, persze, tessék megnézni Magyarországot. A rendszerváltáskor volt 5 szomszédunk, most 7. Mellettünk szétesett Csehszlovákia, a Szovjetunió, Jugoszlávia. Nehogy felsoroljam több szomszédot, hogy szét fog esni, mert elhatárolódok saját magamtól. De hát tessék megnézni azt, hogy a volt Szovjetunióban polgárháború folyik. A volt Jugoszláviában konfliktusok tömege van, ami véleményem szerint nem ért véget. Itt tartunk. Tehát nem a vége világában élünk. Hát még sorolhatnánk Ukrajnát is ehhez a történethez. Pedig ugye azt jósolták, hogy itt Európában nem lesz háború, aztán mégis volt egy pár a második világháború lezárása óta. Nyilván semmit nem lehet kizárni. A világháborúra való megjegyzéssel teljes mértékben egyetértek, de azt is meg kell mondani, hogy megváltozott a háborús tér is. Így van. Tehát a háború már nem feltétlenül úgy zajlik, hogy jön egy hadüzenet, fölvonulnak a csapatok a határokon, aztán mindenki megpróbálja másikat leküzdeni. Persze régen se volt ennyire egyszerű, de azért most van a kibertér, amire szerintem mindenféleképpen kell készülni. Erre egyébként az Rényi 20-23-ban egy külön fejezet van. És hát a háborús módszerek is megváltoztak. Van, aki azt mondja, hogy most is háború zajlik Európa ellen. Európa elfoglalása, Európa elrablása zajlik, mert az úgynevezett aszimmetrikus hadviselés az magában foglalja például azt a terrorcselekményt, magában foglalhatja, vagy magában foglalja azt a terrorcselekményt is, amit egy egész egyszerűen egy kevésbé józaneszű embernek a felcukkolásával, meg egy jó kamionnal el lehet érni valamelyik tengerparton, ahol éppen az európaiak, európai szokásnak megfelelően nyaralnak. Vagy éppen készülnek az egyik legszentebb európai ünnepre, amit persze megtagadnak maguktól már nagyon sokan, mert már ugye nem karácsony van, hanem nem is tudom minek nevezik ezt az ünnepet, gyermároznak, vagy valami ilyesmit. Tehát az a helyzet, hogy tehát megváltoznak a körülmények, erre valamilyen formában válaszolnunk kell tudni az országunkat. Nem csak úgy tudják elfoglalni, hogy jön egy nagy hadsereg és megszállja, hanem úgy is, ha teljes egészében szétzilálják a hétköznapokat. És nem tudunk hétköznapi, európai szinten élni. Hogy tudnánk úgy európai szinten élni, ha mondjuk a terroristák célba veszik a reptereinket. Lásd Belgium, ahol ugye a reptéren robbangattak, ráadásul még megszervezték úgy is, hogy a menekülő útvonalon is robbantottak egy másodikat, majd egyébként egy sportrendezvényen is, Párizsban, ott, ahol egyébként az európai kultúrának megfelelő események zajlottak, a Bataclanban, ott is az európaiságot támadták, és amikor valaki csak kattintad egy kicsit az asztalra, akkor azt fogják hinni már legközelebb, hogy lőttek, azt mindenki szalad mindenfelé. Se dolgozni, se iskolába, se a barátokhoz, se szórakozni, se kulturális rendezvényen részt venni, se színházba menni, nem lehet. Tehát a háborút szerintem ezen a szinten is kell értelmezni. Köszönöm, akkor ezt ha lehet egy perc a kérdés is, és egy más mondja a feltétés, éppen válaszolni. Nagyon rövid volt. Mikor fogunk mi Közép-Európában amerikai csepp folyós gázt vásárolni? Nehéz lesz összeegyeztetni. Kezdtek, hogy mondjad nyugodtan. Villámgyorsan válaszolok, abban percben ez nekünk gazdaságilag és politikailag előnyösebb pont. A jelenlegi helyzetben az orosz gáz nélkül nem tud meglenni Európa. Következő megjegyzés. Én szeretném elmondani, a világ mindig keres ellenséget. Politikus ilyet nem mondhat, én mondhatok. Ezt az ellenséget most szépen megtaláljuk az oroszokban, hogy ez
szükségszerűen, nem meggyőződés amúgy, célszerűen, meggyőződés amúgy nem. Németül van egy olyan, hogy Feindbild, ellenségkép, majd jött a rendszerváltáskor a Bedrohungsbild, a fenyeget egységi kép. Szükség van egy ellenségre, Helsinki után remélem, hogy egy kis változás lesz ebbe, pont. Román Gáz. Ez egy rossz indulatú posztkommunista kérdés. Tényleg az utolsó közönség kérdés. Én a... Várj. Bocsánat, erre nem az a kérdés, hogy mikor fogunk, hanem mi vagyunk mi, kijárói az amerikaiaknak? Vagy ön az? Tehát csak kérdezem, hogy miért kell nekünk amerikai cseppfolyós gázt vásárolni? Van erre valami kényszerünk? El tudják ide hozni úgy, hogy ez jó legyen? Úgy, hogy ez hosszú távon jó legyen, tehát ne a beetetés időszakában, hanem hosszú távon jó legyen. Ezek mind fontos kérdések. Hát nézzük visszafelé. Hogy nekünk mit kell ahhoz tenni, hogy ne függjünk mondjuk az orosz gáztól annyira, ne függjünk az amerikai cseppfolyós gáztól annyira, mit kell tennünk? Mi ezt megtettük Paks 2-nek ilyen. Kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy az ukrán hibrid háborúnak mi a legvalószínűbb megoldása? Elképzelhető, hogy a Trump elnök elfogadja a Krím annexióját. Kezdjél, tehát állatira örökölj egyetemi tanár vagyok. Kezdjük az elején. Egy. Elméleti kérdések ezek az. Persze. Mondom. Van egy Minszki megállapodás, amit senki nem hagy végre. Kettő. Merkel most naponta szerepel a német tévében, az ön kérdésére azt mondta volna, hogy minden olyan kérdés, amelyik úgy kezdődik, hogy ha, arra politikai válasz nincs. Három. A Donbászban, hogy ki kivel harcol, ez egy rendkívül érdekes dolog, mindkét fél pofátlanul hazudik. Négy. Nekem meggyőződésem, hogy az oroszok célja nem egy európai háború. Számukra néhány évtized múlva a fő kérdés Szibéria megvédése lesz a kínaiaktól, de ez egy nagyon messzire vezető gondolat. Már Szibériában több mint 40%-át a zöldséggyümölcsnek az idézőjelben önként bement kínaiak adják. Tehát ezek stratégiai kérdések lesznek. Oroszok megépítettek, illetve építik a hidat a Krímbe. A Krímet Ruscsov adta át. A Krímben mindig orosz többség volt, tehát én elképzelhetőnek tartok Helsinkivel egy kompromisszumot. Trump mindmáig nem hívott fel, hogy a tanácsomat kérje. Ha kérné, én azt mondanám, hogy a politikai realitások alapján döntsön, pont. Hajrá, magyarok! Ott leszünk. Köszönöm. Málta, Borneo és Cselevesz, magyar volt és magyar lesz. Köszönöm. Az utolsó kicsit lazább kérdés mindkét előadónkhoz. Kinek drukkolnak a FOSZ világbajnokságban? Valamint először ki fog nyerni? Teljesen. Én a magyaroknak drukkolok, de most nem vagyunk kint a foci világbajnokságon. Nem tudom megmondani. Annyira hektikus az egész. Jól látszik, hogy elhullott a nagy csapatok jelentős része. Meglátjuk. Jó meccseket szeretnék látni most már csak ezután. Köszönöm. Én szégyellem magam. A magyarok után én mindig a németeknek drukkoltam. Én törésként értem meg, hogy a németek kiestek. Örülök, hogy a Löw maradt, de amit mondok, nem szimpatikus. Én a német csapatot továbbra is a világ egyik legjobbjának tartom, és egyetértek azzal a viccel, hogy mi a foci. Mindkét csapat 11 emberrel játsza, és a németek nyerik meg. Most nem, legközelebb, pont. Köszönöm szépen a mai előadást Németh Szilárd, Almuthit Károlynak, vagy Nógrádi Györgynek. Azt hiszem, hogy volt megtartalmasabb az elmúlt 6 évből, és itt még könyveket lehet vásárolni és dedikálni Nógrádi György tanulótól. És ha jól látom, a barátok közt Szárai már itt várakoznak a színpad előtt, úgyhogy nekik is egy jó előadást kívánok. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Szerintem megyünk.